Csíkszeredába érkezett a Szent László életét és korát bemutató vándortárlat. A lovakirályról készült szabadtéri kiállítás már a hétvégén is látogatható volt. A csíkszeredai Szent Kereszt főplébánia templom kertjében nyitották meg a Szent László emlékévre készült vándorkiállítást, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse a lovak király életét és felhívja a figyelmet a magyar történelem legdicsőbb időszakára, az Árpád-korra. Semjén Zsolt Magyarország kormányának miniszterelnök helyettese ünnepi beszédében kijelentette, a magyar önértelmezés Szent Lászlótól indul. Mi küldetésünk az, hogy a keresztény Európa védőpajzsa vagyunk. És azt kell mondanom, hogy ma Magyarország ehhez a szerepéhez hűségesen, amivel védtük a tatárral szemben, a törökkel szemben, a keleti pogányság más formációival szemben Európát, ma is ugyanezt tesszük, védjük Európát, védjük a nyugati világot, és ezáltal védjük a saját országunkat is. Szent László pont ebben erősít meg minket, a magyar identitásban és a keresztény gyökerek iránti hűségben. Csíkszereda polgármestere szerint ez a vándorkiállítás a lehető legjobb helyre került. Székelységen belül, különösen a csíki székelység tekintetében igaz ez, nagyon mély és erős kultusza, hagyománya van a Szent László személyiségének, akár legendák, akár mondavilág, akár védőszentek tekintetében, ugyebár immáron is mondhatjuk, hogy két olyan település is van, ahol szobrot állítottak Szépvízen és Szent Simonba neki, ugyebár így aztán ez a kiállítás egyrészt a legjobb táptalajra érkezett ide. A köszöntő beszédek után Tamás József segédpüspök áldotta meg a kiállítást, úgy fogalmazott, ez a tárlat olyan jelképpé válik, amely nagy királyunk követésére buzdít.